Remekül ment a csapatnak a játék. Hogyan érezted belülről, illetve csak a végére álltál be a kispadon? Mi zajlik ilyenkor? Hát ilyenkor nagy izgalom van, nagyon nagy izgalom. Hát jól játszott a csapat, a védekezés is jó volt, és most a támadásunk is sokat fejlődött, volt átlövő játékunk, és örülünk nagyon. Padról beszállva egyből egy zicsert hárítottál. Hát, de utána meg volt két labda, ami az enyém lett volna, de hál' Istennek ez nem befolyásolta a mérkőzést, úgyhogy... De beszéljünk a múlt hétről, hiszen Budapesten voltál a válogatottnál, és kijutottatok az Európa-bajnokságra. Hogy telt az a három nap, illetve az a hét? Ugye felmentünk hétfőn, két edzésünk volt minden nap, aztán a pénteken pedig volt ugye az első meccs, a németek elleni mérkőzés. Akkor délelőtt nem edzésünk volt, hanem sétáltunk a Dunaparton, és az a mérkőzés volt a legszorosabb. Egy időn túli hetessel sikerült nyernünk, hál' Istennek. Ezt követően a görögök ellen már veled kezdődött a névsor. Hogyan ment a mérkőzés? Hogy ment a játék? Nagyon jó volt a védekezés, és ennek köszönhetően az átlövésnél a sávokat tudtam én is takarni. A zicserek, hát fogtam azt is, de az ukránok elleni mérkőzés, az utolsó mérkőzés, mikor ugye már kijutottunk az ebére, és akkor már nem múlt semmi gyakorlatilag, akkor ugye a második fél időt kaptam meg. Ott már volt több hibám, de ott se volt rossz. Téged választottak a torna legjobb kapusának. Milyen érzésekkel vetted át a díjat? Nagyon jó volt, igazából nem számítottam rá, de nagyon örültem, mert még sose kaptam ilyet. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Ilyenkor sok emberben felmerül a váltás. Mit gondolsz most erről a témáról? Hát igazából nem tudom, nagyon tanástalan vagyok még. Itt most nagyon jól érzem magam, és nem szeretnék most erre rágörcsölni. Még szezon végéig biztos, hogy nem fogok dönteni, nem is tudnék. És most nem, itt most nagyon jól érzem magam, úgyhogy most majd szezon végén kell döntenem. Hál' Istennek, nem most. Az augusztusi EB-ig milyen feladatok várnak rád a válogatottnál, mikor találkoztok legközelebb? Annyi biztos, hogy az EB előtt egy 4-5 hetes edzőtábor lesz. Ugye hétvégén majd hazajöhetünk, de lesz edzőtábor, és addig nem tudom, hogy találkozunk-e még, de ez a biztos.